Sziasztok! Várhelyi Ildi vagyok Bostonból, gyógytornász, mozgásterapeuta és edző. És itt Jake van mellettem. Rögtön beszélni fogunk arról, hogyan változott meg az egész testtartásunk, az egész viselkedésünk, azzal kapcsolatban, hogy a szájmaszkot kell viselni. Ha látjátok itt Jake-en, a szájmaszk egész föl van húzva az órára, és hogyha ő lefele próbálna nézni, akkor ez a szájmaszk ez megakadályozza az alsó szemizmokat, hogy lefele bírják fordítani a szemet. Na most ez miért probléma? Gondolj arra, hogy mész az utcán, és valami előtted van egy kis kő, vagy egy járdaszegély, vagy egy tégladarab, és hogyha nem hajtod le a fejed, akkor nem fogod látni, kifordul a bokád. Na most, hogyha nem hajtod le a fejed, vagyis hogyha lehajtod a fejed, akkor természetesen látsz rögtön magad elé, de akkor meg mi fog történni az állandó lefele nézéssel? Teljesen be fog a nyakunk görbülni. Ez most csak egy probléma, igaz? A másik probléma az, hogy jön a nyár, és nem tudom, hogy otthon ti mit csináltok, itt Bostonban mindenkinek van egy baseball sapkája, és nézd, mi történik, amikor felrakjuk a baseball sapkát. Tehát nem csak az alsó szemizmok vannak teljesen kizárva, hogy dolgozzanak, hanem a felső szemizmoknak sincs semmiféle alkalmuk arra, hogy fölfele nézzenek, mert a baseball sapka teljesen eltakarja az a felső látóállományt. Tehát most nem látunk lefele, nem látunk fölfele, és hogyha még nagyon változtatni akarunk dolgokat, akkor még fölteszünk egy nagyon jó sötét napszemüveget. Most nem találtam egy sötétet, de el tudjátok képzelni nagyjából, hogy milyen volna. Tehát még a fényt is elvesszük. Most mi történik, hogyha csak egyszer történik ez, egy évben nincs semmi probléma. De mivel, hogyha hozzászokunk minden nap, ugyanezekhez a dolgokhoz a látástér teljesen beszűkül. A látástér beszűkül, amikor kint járunk az utcán, a látástér már be van szűkülve, mivel hogy állandóan az okostelefont nézegetjük. Tehát ez az egyetlen egy térállomány, amire a szemek állandóan pontosítanak, összpontosítanak. Tehát azok a szemrészek, szemizmok, szemmozgásterek, ami azon kívül van, az nincs befolyásolva, nincs igénybevéve. Amikor nem veszünk igénybe egy izmot, nem csak a szemizmot, hanem mondjuk azt, hogy nem veszed igénybe a bicepsedet, 3 évig nem tornáztatod a bicepsedet, akkor mi lesz azzal a bicepszel? Teljesen ellazul, ellanyul. Ugyanezt történik a szemizmokkal is. Na most, hogyha a szemizmok ellazulnak, akkor nem fogják pontosan tudni, nem fogják pontosan mozgatni a szemet, magát, tehát a látás, a fókuszálás, a közellátás, a távollátás, a periférián látás, ez mind kompromizálva lesz. Hogyan tudunk ezen segíteni? Szemgyakorlatokkal. A legegyszerűbb szemgyakorlatok, amiket simán lehet csinálni, ülve, állva, feküdve, mindenféleképpen, és nem kell hozzá semmi, csak te és a szemed, ezt meg fogjuk itt most csinálni. Tehát az első, előre nézel teljesen, kinyitod a szemedet, ha tudod, vedd le a sapkádat, meg vedd le a szájmaszkodat, meg vedd le a napszemüvegedet, nyisd ki a szemedet szélesre, tágra, és csak pislog 5-ször, simán. Próbáld meg csak az egyik szemeddel, csukd be az egyik szemedet, és pislog a másikkal. Már nem is olyan könnyű, igaz? Csukd be a másik szemedet. Na most, hogyha a másik szemed nem akar becsukodni, akkor annak az a jele, nincs semmi baj, az a jele, hogy az a domináló szemed, és az agyad meg az idegrendszered nem akarja lefoglalni, mert tudja, hogy a másik szemedben, a nem dominánsban nem bízhat. Akkor fogd meg az ujjad végével gyöngén, és próbálj pislogni a nem domináló szemeddel is. Utána pedig pislog mind a kettővel megint. Aztán nézz föl. Na most a fejed az marad rendesen síkban, csak a szemek néznek fölfele a mennyezetre, és próbálj pislogni. Azért teszem ide az ujjaimat, hogy ne mozgassam az államat, tehát ne csaljak. Mind a két szem fölfele néz, 5-ször jó nagyot pislogunk. Aztán balra, jobbra nézünk, 5-ször jó nagyot pislogunk, aztán balra nézünk. Ne siess! Érezd, hogy lehet érezni, amikor a szemgolyók nem akarnak arra menni, hogy egy kicsit húzódnak.
aztán pedig nézd le, 5-ször pislogás. Most pedig csináljunk egy nagy kört, kössük össze azt a négy pontot, amire már pislogtunk, tehát tedd fel a, látod, amint felteszem a, felfel akarok nézni, a szem, a fej fölbillent, tehát nézd előre, az alsó állkapocs megmarad, a nyak nem mozdul, fölfele nézek, és arra gondolj, hogy van egy óra előtted, mondjuk egy kakukkos óra, és ránéznél, 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra, 6 óra, 7 óra, 8 óra, 9 óra, 10 óra, 11, 12, és most egyszer visszamegyünk, menjél lassan, írd le lassan azt a kört, és fogod érezni, hogy a szemizmok némelyik egy kicsit húz. Ettől még te nem leszel rossz ember, csak ez arra utal, hogy ezt gyakorolni kell. Na most ez nem csak arra jó, ez a gyakorlat, hogy a szemek, szemizmokat igazítsa, hanem arra is, hogy amikor nagyon sokat bámuljuk a kis telefont, az okos telefont, akkor teljesen kiszárad a szemünk, mert nincs szemmozgás, nincs szemtartomány mozgása, csak egy nagyon-nagyon szűk, tehát amikor pislogunk, akkor mi kreálunk, a könny kreálást segítsük elő, a könny fejlődést segítjük elő, és tehát a szemünk nem marad ilyen száraz, tehát jobban fogunk tudni a kis telefonra is. Tehát ez volt az egyik gyakorlat. A másik gyakorlat, az is nagyon könnyű, nem kell hozzá semmi, 2 ujj, vagy éppen 2 ceruza, és ugráltatni fogjuk a szemünket, akarattal, nem akaratlanul. Föltesszük, előre nézel, fölteszed az egyik kezedet, mondjuk a jobb mutató ujjadat, hogy simán még lássad, tehát ne annyira föl, hogy fejfájást okozzon, csak ahol biztonságosan látod, a másik ujjadat pedig le, és 5-ször föl fogunk ugrani a szemekkel, föntről lefele, fej mozgatás nélkül. Amint megcsináltuk 5-öt, becsukjuk a bal szemünket, és a jobb szemünkkel ugrunk 5-öt. Nincs fejmozgatás, csak a szemmozgatás. Aztán pedig becsukjuk a jobb szemünket. Látod, hogy nekem ez nehezebb, mert ez a dominálós szemem. 5-ször ugrunk, föntről lefele. Amikor megvan, akkor lehet, hogy egy kicsit följebb tudok menni, és akkor mégint dupla ugrás lesz, mind a két szem együtt. Aztán pedig kihozzuk az ujjainkat az oldalra, körülbelül 1 oldalra az ujja az orroktól, és jobbról balra fogjuk ugráltatni a szemünket. Megint az orr meg az áll előre néz, ott nincs mozgás, aztán becsukjuk a bal szemünket. Na most, hogyha nem látjuk az ujjat, akkor hozzuk előrébb, mert a targetünknek lennünk kell, hogy legyen. Hogyha nincs target, akkor nem tudunk mire figyelni, igaz? És utána pedig a másik szemet csukjuk be. Érdekes módon ezzel látom jobban. És most pedig megint mind a két szemet kinyitjuk. És ennyi az egész. Tehát lehet, hogy érzed, hogy egy kicsit dolgoztattad a szemizmaidat, az nem baj. Ha ez fejfájást okozott, akkor ne 5 ugrálás legyen, hanem csak 2 vagy 3. Naponta többször is gyakorold. És amikor bejössz kintről, akkor természetesen gyakorold egy kicsit, mert akkor leveszed ezeket az egész maszkot, meg a szemüveget, meg a sapkát, tehát akkor kell, hogy a szemizmok javuljanak, felizguljanak egy kicsit. Amikor sokat olvasol, vagy sokat dolgozol a számítógépen, tegyél egy 3 perces pihenőt, és tornáztasd a szemed, nem csak a szemed, a látásod, hanem a nyakizmod, a vállizmok és a hátizmok is meg fogják köszönni. Ha szeretnél még többet tudni, nézd meg az összes linked az alábbi szövegben, ott a link az Instagramra, a Facebookra és a weboldalra is. Szóljatok, ha van kérdésetek. Sziasztok! Jó szemtornázást!